A távhővel ellátott épületek hőigényének mintegy 50%-át képes biztosítani a biomassa alapú hőtermelés, ezért Záhonyban 4 nagy teljesítményű kazánnal bővítették a központokat pályázati támogatás segítségével. A megtekintett kazánok ezek úgynevezett biomassa kazánok, melyek megújuló tüzelőanyaggal működnek. A megújuló tüzelőanyagot jelen esetben a pellet, illetve faapríték jelenti, vagy adja. Tehát most pellettel tüzelünk. A kazánok megfelelnek a legszigorúbb uniós környezetvédelmi előírásoknak. A korábban kizárólagos földgáz felhasználás a felére csökkent, ezáltal csökken az üvegház hatású gázok kibocsátása is. Mindemellett az alternatív tüzelőanyag olcsóbb, mint a gáz. Záhonyban 430 lakás van távhőszolgáltatásra rácsatlakoztatva, és gázalapú volt az energiatermelés. És hát ismerjük, hogy a napjainkban a gázárak annyira elszaladtak, hogy egyszerűen nagyon sok kintlévőség volt, tehát nem fizettek sokan, nem tudtak fizetni, és akkor olyan döntés született, hogy ilyen KEOP, Környezet és Energia Operatív Program 420/B konstrukcióba lehetett pályázni megújuló energiára, tehát gyakorlatilag a gáz kiváltására, ilyen biomassa kazánok telepítésére. Így 2011-ben 2 darab 120 kW teljesítményű biomassa kazán került a két hőközpontba. Ezzel a jövőben a lakosság kedvezőbb áron juthat a hőszolgáltatáshoz. Elsősorban azonban arra számítanak, hogy a beruházásba fektetett önkormányzati önerő is megtérül. Sajnos olyan szintre jutott el az energia szükség az ország, hogy 75%-át külföldre kell, hogy behozzuk. Értelemszerűen a 21. századék legnagyobb célkitűzése az, vagy legnagyobb feladata az, hogy hogyan tudjuk ezt az energiakitettségünket csökkenteni, és erre tett, úgy mondjuk esküt a kormány, hogy ezt minden nagyobb szinten csökkentse, még annál nagyobb szinten is, mint amit az EU elvár tőlünk, és éppen ezért örülünk az ilyen beruházásoknak, mint ez, hiszen itt az Záhony saját jelentős önerőt vállalva is úgy gondolta, hogy a megújuló energiával történő melegvíz és fűtés ellátására rendezkedik be. Mint ahogy mondtam is a beszédemben, jó úton járt Záhony, reméljük nagyon sok település fog még csatlakozni ehhez. A projekt összköltsége több mint 134 millió forint, amiből a támogatás összege meghaladja a 80 millió forintot.